Az esélyegyenlőségi nap nyitányaként a résztvevők kipróbálhatták, milyen, amikor nem látóként, kizárólag a többi érzékszervünkre hagyatkozva tájékozódunk a világban. A láthatatlan kiállítás szervezői azt mondják, a tárlat egyik célja, hogy látók és nem látók közelebb kerüljenek egymáshoz. A legfontosabb az, hogy bátran oda tudnak majd utána jönni, amikor megtekintették a kiállítást. Ugye kontakt van egy vak személlyel, megtanítjuk őket segíteni, kommunikálunk velük, és ezáltal hidat képezünk a látók és a nem látók világa között. Az esélyegyenlőségi konferencián előadást tartott dr. Tapolcai Gergely országgyűlési képviselő, aki a fogyatékossággal élők munkahelyi és társadalmi beilleszkedéséről beszélt. A képviselő elmondta, a törvényi háttér már lehetővé teszi, mégis kevés munkáltató foglalkoztat megváltozott munkaképességű embereket. Az ideális az lenne, remélem, hogy a közeljövőben, vagy a távoli jövőben ez meg fog valósulni, hogy a foglalkoztatékos személyek ugyanúgy fogyatékos személyeket ugyanúgy alkalmazzák a saját képességüknek megfelelően, mint a többi éptársukat. Ez lenne a cél. Addig nagyon sok tennivaló van még. A munkavállalók és a munkaadók felkészítése egyaránt, nyitottá tétele egyaránt nagyon fontos lenne. Az egész napos rendezvényen foglalkoztatási és integrációs kérdésekről kaptak tájékoztatást a résztvevők. A délutáni műhelybeszélgetéseket a nagykanizsai szociális intézmények vezetői irányították.